A kutya az ember legjobb barátja, tartja ezt a mondást. Azonban sajnos vannak olyan barátságok, amiket ma már törvény tilt, ugyanis léteznek országok, ahol konkrétan illegális, bizonyos, veszélyesnek ítélt kutyák tartása. Vajon a te kutyád is illegális lehet néhány helyen? Maradj itt a videónak a legvégéig, lesznek meglepő fajták a listán, az biztos. Dogo Argentino, vagyis az argentin dog. Ezek a hófehér kutyusok Argentinából származnak, és a világ egyik legerősebb kutyái közé tartoznak. Nagy méretük miatt leginkább pumákra és vaddisznókra vadásznak velük. Emellett pedig félelmet nem ismerő személyiségük és izmos testfelépítésük miatt tökéletes őrző kutyák is. Kimeríthetetlennek számítanak hatalmas állóképességük köszönhetően, így ezek a jellemzően 12-14 évig élő kutyák képesek kilométereken keresztül futni megállás nélkül. A hímkutyák akár 40-45 kilósak is lehetnek, míg a nőstények kb. 10 kilóval könnyebbek. Őrző-védő kutyaként tartják őket a legtöbb helyen, kivéve Dániában, a Fidzsi-szigeteken, Izlandon, Ausztráliában, Törökországban és Ukrajnában, ahol agresszivitásuk miatt tiltólistán vannak. Farkaskutyák. Különböző farkaskutya fajták vannak, de általánosságban elmondható mindről, hogy az egyik legfélreértettebb és leginkább előítéletekkel kezelt kutyák közé tartoznak, a háziasított kutyák mellett a farkasok génjeit is hordozó farkaskutyák. Erősek és izmosak, és ráadásul a világ egyik legmagasabb kutyafajtái is innen tevődnek ki, akiket korábban szarvasokra, sőt akár medvékre való vadászásra is használtak. Manapság már viszont impozáns méretük ellenére nagyon szelidek és bújósak, úgyhogy mondhatni hírhet vadászból ma már szerető családi kedvenci alakultak, akik kiállnak a farkaskutyák mellett, azokat tanításukra és felügyeletükre hívják fel a figyelmet, míg az ellenzőik arra hivatkoznak, hogy kiszámíthatatlanok és génjeik miatt veszélyesek. Emellett sajnos veszettség elleni oltások sem igazán léteznek, kifejezetten farkaskutyákra fejlesztve. 2018-ban egy sajnálatos esetben egy 8 napos csecsemővel végzett egy farkaskutya, akit aztán csak a sheriffek tudtak lekapcsolni. Amerikában éppen ezért 40 államban tiltja vagy erősen korlátozza a törvény a tartásukat. Dobberman. A Dobberman egy közepes, nagyméretű német kutyafajta. Eredetileg 1890-ben háziasították ezt az intelligens, hűséges és szerető fajtát, akiket aztán őrzővédő kutyaként használtak. Habár Dobbermanonként eltérő lehet a személyiségük, mégis a megfelelő figyelem és tanítás mellett általánosságban jól kezelhetőek. Erős, néha makacs és harcos vonásai is vannak, ezért oda kell rájuk figyelni. 2019-ben egy 66 éves Ellen nevű nőt találtak meg holtan a kertjében, akin végig harapás nyomokat találtak. Otthonában két Dobbermannal élt együtt. Ausztráliában, Amerikában, Argentinában és Kanadában, valamint Írországban is speciális képesítéshez kötött a tartásuk, egy átlagos ember tehát még csak nem is kereskedhet velük. Mielőtt még tovább haladnánk, itt egy kis kihívás neked. Ha most 5 másodperc alatt meg tudod nyomni a like gombot és a feliratkozást, akkor 25 évnyi szerencse vár rád. Próbáld hát meg gyorsan! Amerikai Pitbull Terrier. Ez egy izmos, tömör kutyafajta, amely 53 cm-es válmagasságával és akár 27 kg-os testtömegével már önmagában egy félelmetes látvány. Emellett pedig elképesztő erejük miatt súlyhúzó versenyeken is indítják őket. Feltűnő rajta bikaszerű feje és a félig felálló, lehajló fülek, amelyeket már csak azért sem vágtak le, hogy még veszélyesebb kinézetet kölcsönözzenek a kutyának. A kupírozás egyébként, azaz a fülek és farkak levágása, valamint megcsonkítása időközben a legtöbb európai országban már tiltólistára került szerencsére. Ezek a különböző színű, négylábú barátok egyszerűen a figyelemért élnek. Így, ha nem tudsz vele elég időt tölteni, akkor akár ellened is fordulhat. Azt javasolják, hogy kölyökkora óta neveljük mi magunk, hogy hozzászokjon az utasításokhoz és ahhoz, hogy másnál van a vezető szerep. Habár ritkán támadnak, de sosem hagyják magukat, ha úgy érzik, hogy veszély. Vannak. Európában 12 országban, valamint Ausztráliában és Kanadában, emellett még Venezuelában, Malajziában és Szingapúrban egyaránt törvényileg szabályozott a tartásuk, így tehát csak a megfelelő hivatalos engedélyek mellett tarthatók.
Kanári-szigeteki kutya. Agresszív harci kutya? Vagy játékos családi kedvenc? Nos, ennek a fajtának az esetében sokan vitatkoznak erről. Más néven akár kanári-masztifnak is hívják, ez egy nagy testű kutyafajta, amit eredetileg a farmokra tenyésztettek. Izmos, félelmet nem ismerő, hatalmas test, széles, kockaformájú fej és akár 66 centis marmagasság, ezek teszik igazán félelmetessé őket. A felvételek ellenére egyébként hűségesek családjukhoz vagy gazdájukhoz, védelmezik őt, és csak a betolakodók vagy ismeretlenek ellen lép fel támadólag. Ennek ellenére is nem ajánlott legalább 10 év kutyatartási tapasztalat nélkül őket választani, sőt Ausztráliában és Új-Zélandon nem is teheted meg, mivel ott teljesen kitiltották őket. Amerikai buldog. Az amerikai buldog rossz kezekben olyan emberek státuszszimbóluma, akik szívesen pózolnak tekintélyes, erős kutyákkal. Ez a fajta az angol buldog leszármazottja, és manapság állatfarmokon, sportokra, valamint bemutatókra egyaránt használják őket. Az amerikai kultúra nagyon fontos szereplői, akik erejük és harciasságuk miatt sokszor akár gangsterreperek klipjeiben hatalmas láncokon szerepelnek. Azonban sokkal gyengédebbek és kötődőbbek, mint gondolná az ember, ugyanis valójában akkor igazán boldogok, ha gazdájuk figyelmét élvezhetik és vele játszhatnak. 2016-ban viszont 3 gyerek és egy felnőtt került kórházba, amikor is manchesteri házukban amerikai buldogjuk rájuk támadt. Jó néhány városban be vannak tiltva, Arkansasban, Coloradoban, Missouriben, Nebraskában, New Yorkban, Ohioban, Oregonban, Texasban, de még Washingtonban is. Brazil Mastiff. A Brazil Mastiff nagyméretű munkakutya, főként őrzővédő kutyaként alkalmazzák. Érdekesség, hogy ez az első nemzetközileg elismert brazil kutyafajta. Kiemelkedő vadászónyomozó képessége miatt híresült el, akiket gyakran a rendőrségi kutyás egységek is alkalmaznak. Ismeretlenek és betolakodók előtt kivált képharcias lesz, de a saját családját megbecsüli és szívesen játszik velük. Azonban a gyerekektől el kell zárni, mert nem ismernek határa és nem tudják visszafogni magukat, akár játék közben sem. Bármennyire is átfogóan oktatják és tréningelik őket, evolúciós alapon mindig is meg fogják kergetni a kisállatokat, vagy akár vadászni fognak kisebb prédákra. Emiatt tehát a legjobb, ha egyedül tartják otthon, kismacska, hörcsög vagy bármi hasonló potenciális zsákmány nélkül. 2013-ban Jade, egy általános iskolás diák veszített életét Manchesterben, akit 2 brazil mastiff tépett szét. Ma már a Fidzsi-sziget Angliában, Norvégiában, Máltán és Cipruson egyaránt törvényileg tiltott a brazil masztifok tartása, plusz sok más helyen, mint például Ausztráliában, Walesben, korlátozottan importálhatóak csak a megfelelő engedélyek mellett, és Új-Zélandon például veszélyességi foka miatt a hímkutyákat még ivartalanítani is muszáj. Afrikai oroszlán kutya. A dél-afrikai kutyafajta neve alapján talán kezd körvonalazódni, miért is számít tiltottnak a tartása helyenként. Folytonos tanítás és felügyelet szükséges esetükben, és elengedhetetlen a megfelelő szocializálódás támogatása. Éppen ezért kezdőgazdiknak nagyon rossz választás lehet az akaratos természetük miatt. 2017. októberében Palmer súlyos sérüléseket szenvedett bal kezén, mikor barátjánál vendégségben egy afrikai oroszlán kutya megharapta őt. Írországban, Olaszországban, Angliában és Svájcban teljes mértékben tilos az importálása vagy tartása ennek a fajtának. Tosa Inu. A Tosa Inu, vagy más néven Japán Mastiff, nem csak a világ egyik legritkább kutyafajtája, hanem az egész világon az utolsó kutyafajta is, mely kutyaviadalokon hivatalosan használt harci kutya. A Japánban nemzeti kincsként számon tartott kutya esetében a domináns természeti vonások ellenére egy extrém ragaszkodó kutyáról beszélünk, ezért sokan akár családi kutyaként is tartják. Fontos azért persze, hogy gazdája betöltse a falka vezér szerepét, mert ha ez elmarad, akkor akár baj is lehet belőle. Például 2019 májusában egy idős bácsi saját házában veszítette életét, mikor Tosa Inu kutyája megtámadta. Nehéz természete miatt Angliában nagyon szigorú papírokhoz és engedélyekhez kötötték az importálását, Ausztráliában, Dániában, Izlandon, Máltán, Új-Zélandon, Izraelben, Szingapúrban és Romániában pedig országos szinten betiltották.
Úgyhogy srácok, ez lett volna a mai videó. Mindenféleképpen csapjatok egy lájkot akkor, hogyha szeretnétek az ehhez hasonló állatos videókat. Valamint, hogyha szeretnétek, akkor nyugodtan kommentetben még írhatok nekem arról ötleteket, hogy miről hozzam el a következő videót még. Ha szeretnétek egy videót a rájákról, zsiráfokról, vagy legkisebb rágcsálókról, vagy bármiről, akkor azt mindenképp írjátok meg nekem, ugyanis onnan fogok majd válogatni, hogy legközelebb még milyen videókat hozzak. Emellett pedig mindenféleképpen csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd. Amiben nem sokára már érkezik is a következő, úgyhogy gyertek vissza holnap is, addig is további szép estét, és sziasztok!